kannabiszt olyan erősen tiltják, hogy akkor a kannabiszpótló szintetikus kannabinoidok lesznek a piacon. Vesze nektek! Biofüvezzetek csak! Ezért tart itt ez az ország, ahol tartunk. Úgy haladt át rajtunk, és tett tönkre rengeteg életet ez a drog és ez a probléma, hogy ez így a döntéshozó, a szakminisztériumoknak így nem sikerült elérni az inger küszöbét. Ezeket a közösségeket a magyar állam az gyakorlatilag magára hagyta. Ez egy borzasztó tragédiája a jelenlegi magyar társadalomnak és az ember a roma közösségeknek, és nem látunk adekvát választ a magyar állam részéről jelenleg. Minden rendben, Tóni? Minden rendben? Akkor jó. Attól a kábítószertől, amiről én beszélek, és ami ez nekem közöm volt, attól soha nem lesz ilyen az ember. Ugye ez a kristály ez régen pár ezer forint volt, most 10 000 forint, meg 15, meg 20 000. Van. Tehát nem szűnt meg az intravénás szerhasználat. Nincs olyan ország, ahol teljesen megszűnt volna az intravénás szerhasználat. Hát amikor szedtük a tűt, akkor innen sokat szedtünk. Hát ez gyakorlatilag egy óvóhely? Egy óvóhely, igen. Le lehet menni, köszönjük. Hát le van ez zárva, így elvileg. Tehát itt ide járnak be emberek szert használni? Igen. Itt találtunk esküdőket. Hát egy belőle szoba kiműködött gyakorlatilag. De hajléktalanok is voltak itt. Az elektrorendszer rossz finanszírozása miatt nagyon rossz lefedettség, és miatt nagyon keveset tudunk ezekről a marginalizált csoportokról. Nem érdekelt semmi, csak hogy használjak folyamatosan 0-24-be, csak a tű. Én fogyasztottam szert észrelét rendőrség őrnagyával, polgármesterrel, orvossal, ügyvéddel, sima közmunkással, tehát tényleg mindenhol ott van. Nagyon sok család napi szinten sírnak, mert úgy érzik, hogy ebből nem tudnak kijönni, nincs segítség. Az a baj, hogy tudjuk, hogy mi működne, de nem csináljuk. Ez nem igaz, hogy nem lehetne elérni változást, csak azokat a programokat, azokat a kezdeményezéseket, ami egyébként tényleg lehetne változást elérni, hogy biztonságosabbak legyenek a közösségek, abban nem fektetünk be. Ne féljenek, ne szégyeljék azt, hogy segítséget kérnek. Bárkinek sikerülhet, én is nagyon mélyen voltam. A szenvedélybetegségnél nem a büntetés a megoldás. Sokan azt hiszik, hogy ha börtönbe kerül a fogyasztó, akkor ott majd tiszta lesz, kijön, és akkor minden happy, de nem így van, sőt, sokkal rosszabb.